dolgozó nép érdekeinek megfelelő ítélkezést biztosítsa. A népbírósági tanács megkezdi a tárgyalást Nagy Imre és társai a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló tevékenysége és hazaárulás büntettéről. Zárt tárgyalást rendelek el. Tiltakozom. Határozottan tiltakozom. Tiltakozom a zárt tárgyalás ellen. Tekintettel arra, hogy ennek a pernek a jelentősége igen nagy. És nem csak a hazai, hanem a nemzetközi közvéleményt is érdekli. Elutasítom. Akkor kérem a filmeseket, tessék menni. Önök itt felvételeket készítenek erről a perről. Ez a tárgyalás zárt tárgyalás. Ez azt jelenti, hogy mindaz, amit elhangzik, államtitok. Szólítom Jánosi Ferenc vádlottat. álljon fel. Jánosi Ferenc 9. rendű terhelt, anyja neve Suesta Erzsébet, teológiai akadémiát végzett református lelkész, nős, két kiskorú gyermek apja, második kerület Orsó utcai lakos, 1954-től 55-ig a hazafias népfront főtitkára, majd a Petőfi Múzeum főigazgatója. Megértette a vádat? Igen. Bűnösnek érzi magát? Tessék. Azt kérdeztem, miben érzi magát bűnösnek? A vádilat szerinti valamennyi pontban. Üljön le, Jánosi Ferenc. Másodrendű vádlott. Megértette a vádat? Meg. Bűnösnek érzi magát? Igen, bűnösnek érzem magam a vádirat valamennyi tételében. Üljön le a másodrendű vádlott. Negyedrendű vádlott. Bűnösnek érzi magát? Igen. Miben? A vádirat szerinti valamennyi tételben. Üljön le, negyedrendű vádlott. A tárgyalást folytatjuk. Nagy Imre, elsőrendű vádlott. Tessék ott középen leülni, korára tekintettel ülve hallgatom ki. Köszönöm szépen. Majd én kérni fogom az elnök urat, ha szükséges. Tessék csak nyugodtan leülni. Így jobb nekem. állva. Kérem. Bűnösnek érzi magát? Nem. Szóval nem. Nem érzem magam bűnösnek, ha bár a vádirat tartalmát megértettem. Kötelességemnek tartom itt a bíróság előtt kijelenteni, hogy én bűnbaknak érzem magam. Akit nem a saját cselekedeteiért vonnak felelősségre. Rendkívül rossz érzés bűnbaknak lenni. De hát vállalom ezt a szerepet, és ha. Figyelmeztetem, hogy a Népbírósági Tanács senkit másért, mint amit elkövetett, nem ítél el. Ebben bízom, elnök úr. És számítok is rá. Egy kicsit.